Jó napot kívánok! Én köszönöm a meghívást. Bárdos Gyula vagyok, a Csemadok országos elnöke vagyok jelenleg, és a Magyar Közösségi Összefogásnak fők a listavezetője. Pozsonyban a bölcsészkaron végeztem, dolgoztam újságíróként, szerkesztőként, és bizonyos ideig a parlamentben is tevékenykedtem parlamenti képviselőként, és most ismételten nekivágok ennek a választásnak. Egy olyan csapatnak az élén, ahol rengeteg fiatal van, és tulajdonképpen én vagyok a kakukk tojás, mert tulajdonképpen az átlag életkor 43 év a 150 tagú listám, és hát én egy kicsit idősebb vagyok, tehát korábban születtem, tehát ilyen szempontból rontom az átlagot. Való igaz, hogy nem egyszerű, tehát az, ami 2010 óta tulajdonképpen, vagy 2009 óta, mióta a Magyar Közösség pártja, a Magyar Koalíció pártja ketté vált, és a Most Híd egy önálló politikai entitássá vált, olyan árokásás, olyan szembenállás jelent meg, amely a mindennapokban is, a családokban, a közösségekben, az intézményekben, hát mérgezte és mérgezi a mai napig a hangulatot. Próbáltunk tárgyalássorozatot kezdeményezni, de az az igazság, hogy a tárgyalássorozat nem volt eredményes, mert a másik párt részéről, a Most Híd részéről például a 70-30-as arány nem volt reális. Tehát ha megnézzük, hogy igaz, hogy a Most Híd parlamenti párt, de a Magyar Közösség pártja helyi szinten, regionális szinten, az európai választások szintjén sokkal eredményesebben szerepelt, akkor elképzelhetetlen egy olyan arány egy közös indulásnál a 70-30-hoz például. Tehát ez elképzelhetetlen lett volna, és emiatt aztán egyszerűen nem lehetett egyességre jutni, és volt egy másik dolog, mert egy újabb fölmelegített forduló volt még szeptemberben, amikor volt közte egy európai parlamenti választás, amely mindenkinek fölnyitotta a szemét. Ugye a szembenállás, a nem összefogásnak az az eredménye, hogy egyszerűen kimaradunk, és az Európai Parlamentben első alkalommal, amióta ott vagyunk, az Európai Parlamentben és az Európai Unióban nincs a felvidéki magyaroknak, a szlovákiai magyaroknak közvetlenül képviselete. És ekkor jött a még nagyobb nyomás, és akkor a Magyar Közösség pártja azt mondta, hogy mindenképpen együtt kéne indulni egy választási pártban. Tehát a Magyar Közösség pártjában én voltam az egyik szóvivője többiekkel együtt annak, hogy nem tartottam reálisnak az elmúlt majdnem egy évtized árokásása és szembenállása figyelembe véve, hogy például az MKP elindul a Híd listáján, vagy a Híd elindul az MKP listáján. Ezért egyedül reális útnak egy választási pártnak az indítását tartottam, és a legdemokratikusabbnak, ahol egy pártban, ahol 5%-os a küszöb, a parlamentbe jutásnak a küszöbe, tehát nem koalícióról beszélünk, ebben az egy választási pártban mindegyik párt, a két releváns párt, és később vannak más kisebb pártok is, hogy azon az egy listán induljanak, és a legilletékesebb, a választó eldönti, hogy ki kerül be a preferencia szavazatok által a parlamentbe. Na, ezt szerettük volna, és ezt szerettem volna én is, de ezek a tárgyalások nem voltak eredményesek. Személyes okok miatt, és egy mások, visszatérek az ön kérdésére. Az, ami ebben az országban a kutyagyilkosság után teljesen világos mindenki számára, hogy a regnáló hatalom és a maffia között micsoda polipszerű kapcsolat van, és a farok csóválja a kutyát, tehát tulajdonképpen a mafiózók irányítják az országot, és a főügyész például, és minden más fontos dologban ráhatásuk van az ügyeknek az intézésre és a dolgok menetére. Na és ezért, amikor ez a közös listáról kezdtünk már a legutolsó fázisban tárgyalni, ahol már 5 párt volt, tehát még 2 nagyobb párt, nem mondom nagy párt, de 2 nagyobb párt, a Híd, az MKP, 2 kisebb párt, a Magyar Fórum és a Magyar Keresztény Demokrata a Szövetség, és közben, miután sikertelenek voltak a tárgyalások, elkezdődött egy aláírásgyűjtés az Összefogás nevű választási pártnak a beregisztrálására. Tehát az Összefogás, mint politikai mozgalom, egy választási pártként jön létre, amely egy platformot kíván kínálni mindenki számára, és ezzel a platformmal egy közös platformot kialakítani szerettünk volna, vagy szerettük volna.
És itt a híd részéről volt egy olyan dolog, hogy nem voltak hajlandók és nem voltak képesek azt mondani, hogy a Smerrel, a mostani kormánypárt, legerősebb kormánypárttal a választások után nem mennek egy koalícióba. A Korpánhártnak el kellett engedni a kezét a hídnak. És erre nem voltak képesek. Többször szünetet tartottunk az egyeztetéseknél. Azt mondták, hogy megbeszélik otthon. De az az igazság, és nagyon őszinte vagyok, mert én nem szeretem a mellébeszélést. Nekem akkor világos volt, hogy nem lesz már egyesség egy közös választási pártban, amikor ezen az öt párti tárgyaláson egyetlen egyszer sem jelent meg Bugár Béla pártelnöke, a Most Hídnek az elnöke. Tehát ha egy párt komolyan gondolja, akkor szerintem el kell menni tárgyalni, mert tárgyalni kell, beszélni kell. De mindegy, tárgyaltunk, azok laik ott voltak, és az volt a legfontosabb, hogy ne áruljunk zsákba macskát. Tehát a választásokon úgy menjünk az emberek elé, hogy van itt egy választási párt, amely nem szünteti meg a pártokat. Tehát a Híd is megmaradt pártként, az MKP is megmaradt, a többi kisebb párt is megmaradhat pártként, és működhet tovább. De ezen a választáson egy közös listán kellene indulni, mégpedig úgy, hogy elmondjuk, hogy azért akarunk mi együtt indulni, mert változtatni akarunk. Le akarjuk váltani a mostani kormányt. Igen, egyetértek önnel, hogy főleg, és azt kicsit korrigálnám, módosítani, főleg magyar szavazatokra szeretnénk szerezni, és magyar szavazatokkal juthatunk be a parlamentbe, és fogunk bejutni a parlamentbe. De nem zárom ki a velünk együtt élő szlovákoknak, vagy más nemzetiségeknek a szavazatát sem, hisz a velünk együtt a déli régióban élők ugyanúgy a rövidebbet húzzák, mint mi, akik itt magyarok vagyunk. Tehát ha meg tudjuk értetni, és mi meg szeretnénk értetni, hogy az ön kérdésére válaszolva, hogy mit akarunk, hogy együtt, közösen, tehát a számok nem engednek. A statisztikai adatok, a választási mutatók, az eredmények azt mutatják, hogy országos megmérettetésen össze kéne fogni. Az ötből a többség, a három össze tudott fogni. Tehát az együtt, a kulcs szó, hogy együtt. Együtt, közösen, amikor a párt érdek, az egyéni érdek, a csoport érdek a háttérbe kell ott szoruljon. És van itt egy felsőbb érdek, ami mindent üt, mindent fölülbírál, fölülmúl az, hogy itt közösségben kell gondolkodni. És ez a közösségi gondolkodás a régióban a velünk együtt élőkre is kiterjed. Tehát mi változtatni akarunk, mi nem ilyen kormányzati stílust akarunk, mi nem akarjuk, meg akarjuk szüntetni azt, hogy összefonódjon a maffia, a polipszerű összefonódása az úgymond igazságszolgáltatás és a politikummal. Tehát becsületes, tisztességes politizálást, és olyan politizálást, olyan törvényeket, olyan kormányzást, amely a déli régiótól mi élünk, azt fölemeli és egyenrangúvá teszi. Tehát nem lehet szó nélkül hagyni azt, hogy mi mindig a rövidebbet húzzuk 30 évvel a rendszerváltozást követően. És az ország, amely 27 éve létezik, Szlovákia, az alkotmánya majd feltételezi azt, hogy lesz egy átfogó kisebbségi törvény, egy kerettörvény, a mai napig nincs. Tehát a kisebbségi jogállást fontosnak tartjuk, de legalább annyira fontosnak tartjuk a regionális felzárkóztatást. Tehát az, hogy a mi lakosaink, a felvidéki magyarok, ahogy ön mondta, vagy velünk együtt élők jól érezzék magukat, hogy otthon érezzék magukat a szülőföldjükön, és ne legyen az a megkülönböztetés, és ne legyen az a diszkrimináció, nyugodtan kimondom, hogy ha én ügyet akarok intézni valahol, akkor én ügyet akarok intézni, és nem fogok veszekedni azzal az ügyintézővel, hogy milyen nyelven akarom. Hanem az, ha egy olyan államban élünk, ahol megbecsülik a számbeli kisebbségben élőket, és nem csak a magyarokat, a többieket is, akkor az egy plusz dolog, hogy én egy más nyelven is beszélek, a saját anyanyelvemen más kultúrát is ismerek, és itt többlet. Tehát nem egy valami negatívum, hanem egy többlet. És ezt kell elfogadtatni a többségi nemzettel, és ehhez, hogy ezek változások bekövetkezzenek, ehhez be kell jutnia ennek a csapatnak, és be fog jutni a parlamentbe, ahol meg kell változtatni az eddigi rétorikát és az eddigi módszereket. Hát a főzárkóztatás és a főzárkózás, a déli régióban élőknek a főzárkóztatása, tehát ez egyértelmű. És ennek megvan a gazdasági vetülete, a szociális vetülete, az egészségügy területén, a közlekedés területén, az infrastruktúra területén, az oktatásban, a kultúrában,
És tulajdonképpen az a program, amelyet 2020 első hetében fogjuk bemutatni, január 8-án mutatjuk be, vagy mutattuk be, nem tudom, mikor kerül ez adásba. Tehát január 8-án nem véletlenül Komáromban, és nem véletlenül január 8-án. Ugyanis, aki tudja, hogy 1994-ben volt egy komáromi nagygyűlés, amelynek a lényege az önkormányzatiság megerősítése volt, és lett volna, ez is egy szimbolikus dolog, hogy január 8-án fogjuk bemutatni a programunkat, ahol az önkormányzatiság mindenképpen a fontos területek között fog szerepelni, mert helyi szinten is, az önkormányzatiságnak regionális szinten is, és megyei, országos szinten is sokkal erősebbnek kell lenni. Tehát a dolgokat ott kell intézni, ez a úgynevezett szubszidiaritásnak az elve, ahol a legközelebb van a polgárhoz. Tehát helyi szinten, községi, városi szinten, vagy megyei szinten, de például ez a megyei leosztás, ami most van, amikor a természetes régiókat fölosztják, tehát semmi logika nincs abba, és most nem csak a mi területünket mondom, tehát a Dél-Szlovákiát, ahol mi élünk, felvidéki magyarok, de hát a Szepességet is, az Erdőhátot, úgynevezett Záhoriét is, ahol mesterségesen ketté van vágva azért, hogy esetleg a magyaroknak az aránya ne legyen olyan, hogy jobban, úgymond labdába rúgjanak, és mondjuk megyefőnök választásnál eredményesebben lehetnének. Tehát itt is az önkormányzatiságot szakmailag kell elővenni. Tehát tulajdonképpen az, hogy mi magyarok vagyunk, az tény. De az, hogy mi magyarok vagyunk, az nem elég, ez kell a szakmaiság, kell a kompetens hozzáállás, kellenek a érvekkel alátámasztott elképzelések, és ez a program ezt tartalmazni fogja, és tartalmazza. És nagyon nem tetszik nekem az, hogy most is még van több olyan médium, több olyan sajtóorgánum, ahol megpróbálják jó meg rossz magyarokra osztani a felvidéki magyarokat. És most is azzal riogatnak egyesek, hogy hát amíg a mostani jó magyarok vannak ott, addig rendben van, de ha mások kerülnek oda, akkor gond volna. Dehogy lesz gond, pont fordítva. Ha észérvekkel tárgyalunk, ha pontosan alá tudjuk támasztani a dolgainkat, és a választások után a választók erejével és mandátumával le tudunk ülni a tárgyalóasztalhoz, akkor másképp, más módon és sokkal erőteljesebben és határozottabban tudunk a tárgyalóasztaltól fölkelni és eredményeket elérni. Ez a lényege a politikának, tehát a politika kompromisszumok nélkül nincs. Először szeretném megköszönni a lehetőséget. Egy nagyon korrekt beszélgetésnek lehetek én is egyik részese. Egyrészt köszönöm a kérdéseket, a gondolatot, a lehetőséget, és az üzenet egyértelmű. Felvidéki magyarok, velünk együtt élő szlovákok, ruszinok, németek, lengyelek, bárkik, akik Dél-Szlovákiában élnek, vegyenek részt, menjenek el február 29-én a parlamenti választásra, vegyenek részt a választáson, és nyugodt szívvel válasszák a 22-es sorszámmal induló magyar közösségi összefogás, mert első alkalommal nem egy párt indul, nem egy pártlista, ez egy összefogáslista, egy magyar közösségi összefogásnak a listája, ahol ott vannak a függetlenek, ott vannak olyanok, akik sehol nem szerepeltek egyetlen pártba sem, pont azért, mert új időszakot szeretnénk nyitni. Köszönöm szépen a lehetőséget, és kívánok mindenkinek ideológiától és párthovatartástól függetlenül békés, boldog új esztendőt, eredményekben gazdag új esztendőt, és annak reményében szólítom meg a választópolgárokat, Csallóköz, Mátyúsföld és Dél-Szlovákia bárhol, bármelyik régióban élőket, hogy egy olyan lehetőség van a kezünkben, amellyel élni kell és élni is fogunk.